Jó reggelt kívánok mindenkinek! Kicsit változott a terv, mert nagyon-nagyon zuhog az eső, és az első állomásunkra jöttünk, ami egy beltéri helyszín lesz. Biztonsági ellenőrzés, kínai állampolgároknak simán csak arcfelismeréssel átmegy. Ha viszont jegyet vesztek, akkor útlevéllel tudtok belépni, mert a ti arcotokat nem ismeri fel a kínai rendszer. A hely neve Chang'an 12时辰. A Chang'an, a Xi'an város ősi neve, ami azt jelenti, hogy örök béke. Ez a hely amúgy nem egy múzeum, hanem ha értelmezni kell, akkor inkább egy ilyen tematikus látványosság. Ugyanis 2022. áprilisában nyitotta meg ajtaját, miután egy regényből íródott sorozat, nagyon népszerű lett a Chang'an 12 Kínában, és az alapítók úgy gondolták, hogy ennek apropóján megalapítják ezt a helyet. A helyszínen egy pici időutazásban lehet részünk, három szinten keresztül vannak is előadások, amit meg is fogunk nézni, valamint be lehet öltözni hán ruházatban, és úgy végig sétálni ezt a helyet. A belépő megvásárlásával nem csak a helyet tekinthetjük meg, hanem több színpadon is lehet majd show-kat nézni, mindegyik előtt ki van írva, hogy milyen, hány órakor vannak ezek az előadások. A táskám az a QR kódos lockerbe. Na azért már így táska nélkül sokkal lazábban tudok így sétálgatni benn. Nézzük meg a mínusz egyedik emeletet. Ezt ki lehet próbálni, hát ha nekem sikerül. Figyeljetek, mert sikerülni fog. Úgy látom, hogy a sebességen van a hangsúly. Csájdjár! Lehet, hogy a fejem túl nagy. Rám fér? Jó, rám fér. Utolsó, jó? Nem adom fel, de még annyi látnivaló van. Sikerülni nem sikerült, viszont kaptam vigaz ajándékot. Ez is valami. A Chang'an 12时辰 filmnek az angol fordítása The Longest Day in Chang'an, és azért is érdekes, mert hogy a kínai nevében a 12时辰, a 12 azt jelenti, hogy 12, ugyanis Kínában van egy mértékegység, a 时辰, ami 2 órát jelent, ezáltal a 12时辰, a 12时辰 az 24 órát, egy napot jelent, és pont ezért 24 óráról szól a minisorozat is. Mindenki régi ruházatban van. Ez tényleg egy Disneyland, csak kínaiban és Tang dinasztiából. Közben ide jutottam a food courthoz, hogy nézzünk, mit lehet itt enni. Megláttam ezt, ami egy garnéla rákos kis étel. Majd meglátjátok, eredetileg golyóformában, de most ebből a bambuszból fogja berakni az úr. Így pontosan ki tudja mérni, hogy mekkora adagot kapok. Hú, nagyon jó kis fokhagymás. Szerintem ez a hely jó lesz. Szó szerint leülök a kis padra. Kezdődhet az evés. Kínai nyelven azt mondjuk, hogy QQ, de ilyen jó kis roppanos, de puha egyszerre. Nagyon jó a fokhagyma, és nagyon intenzív. Ilyen egyedi fűszerlében kifőtt üvegtészta. Nagyon fincsi. Hogyha szeretitek a garnéla rákot, akkor ezt az ételt mindenképp ajánlom. Második fogás, egy hajdina palacsinta, teljesen lisztmentes, de nem gluténmentes, mert szójaszó szerintem van. És mivel napokban annyi húst ettünk, most kértem egy teljesen vegetáriánusat. Egy adag 20 yuan, körülbelül 1000 forint, és 6 darab mini palacsinta van benne. Jó kis átlátszó, papírvékony. Burgonya csíkok, nagyon finom, roppanos. Lássuk a babcsírását. Szerintem nagyon egyszerűen van elkészítve. A babcsira blansírozva van, pici sóval, szerintem szezámolaj van benne, és a répa, vékony répa csíkokkal. Egyszerű, de nagyszerű. Természetesen itt is adtak Xi'an láz csípős olaj. Nagyon jó. Megnézzük. Azért, hogyha ajánlani kellene a csípős verzióra. Szóval.
Azért kellett járnom egy pár kört, hogy egyáltalán megtaláljam a desszertet, amit szeretnék. Amellett, hogy ez egy gyönyörű kézműves desszertező, van egy workshop is, ahova be lehet menni és ki lehet próbálni. Közben rendeltem egy itókát is magamnak, ami egy kört elé, hókörte, és ezt a nyáron nagyon javasolják, ilyen napszúrás ellen. Én most hidegen kértem, de kínaiak melegen is szokták inni nyáron. De a főszereplőnk ma ez a kis desszertecske, teljesen lisztmentes, és a külső rétege nem marcipán, hanem egy fehér vesebabból készült paszta. Gyönyörűen van megmunkálva, emiatt gondolom ezért ilyen drága, mert 20 yuanben kerül egy darab. Ez majdnem olyan áron van tényleg már, mint egy, hát drágább, mint egy makaron. Kettő ízesítése van, van egy rózsa töltelékkel és egy csokoládé töltelékkel. Kinézetében talán azt gondoljátok, hogy olyan mocsis, de semmi ragacsos rizs hatása nincsen. Inkább egy nagyon-nagyon sűrű pasztát kell elképzelni, ami nem kemény, mint egy marcipán, hanem szétolvad a szádban, amikor megeszed. Nagyon intenzív a rózsás töltelék, csak kicsit sajnálom, hogy elrontom ezt a szép művészeti alkotást. Ennyi kaja elég is volt ezen a helyen, most megyünk tovább a következő helyszínünkre. Ha már itt vagyunk Kínában, akkor nem hagyhattuk ki, hogy hotpotozzunk is egyet, és ismét eljöttünk a Heidi Lau nevű helyhez. Ugye ez egy hotpot lánc, amit a tavalyi videómban is láthattátok, és itt Xi'anben is bőven van ebből a márkából, egész Kínában ott vannak. Most viszont a fiúk először járnak ezen a helyen, és ők is megtapasztalják, hogy milyen a Heidi Lau hotpot. Van ilyen illatosan csípős, van brutál csípős, és van angol menü is van. Hát nem is érdekel. Ha idejöttök, azért nem kell félni attól, hogy ezeket nem tudjátok, hogy hogyan kell összekeverni, mert itt vannak különböző típusok. A közös főzés van a hátrány, hogy ha nem vagy elég gyors, akkor ez nincs megjelölve a neved. Meg kell küzdeni a vízgolyóért. Mikor jön a kaja? Itt vannak ezek az apró kis előételek, hogy mikor érkezik meg a... Hol a zöldség? Most komolyan? Te mondtad, hogy nem kell zöldség. Figyelj, nézd, ott van egy üres asztal, ülj már át. Oda küldöd a zöldséget? De gyerekek, a hotpotnak nem az a lényeg, hogy mindennek főzünk és eszünk. Közöcskézünk, eszegetünk. Közben azt mondtam titokban az étteremnek, hogy Daninak születésnapja van. Születésnapod alkalmával. Pocak tele van, mehetünk tovább. Sokáig esett az eső, de most elállt, és gyorsan kiszaladtunk a Tájentához, a Starbucksból. Tájentá arról híres, hogy az Utazás nyugatra című regényben Tang Senzá, buddhista zarántok útját írja le a regény, ahol három szellemi lény kíséri el. Én is kiskoromban ezen a regényen nőttem fel, és ebben a regényben ismerhetjük meg ezt a tornyot. Maga a Tang Senzan szerzetes egy igazi szerzetes volt, de amikor nyugatra utazott, akkor nem volt valójában semmilyen kísérője, ezért az egész regény egy fikció. Itt van mögöttem a torony, amúgy, ami nyugat felé is megy, és most állítanak le, szóval le kell állítanom sajnos a drón. A szerzetes egy nagy utazó volt, és egyben fordító. Itt a torony mellett található még egy bazsarózsa kert is, ami nagyon-nagyon gyönyörű. A bazsarózsát tartják a Kína egyik nemzeti virágának, amit nagyon gyakran megfestenek kínai festményekben, és egyben szimbolizálja a gazdagságot, nemességet, eleganciát. Amikor kicsi voltam, akkor a Utazás nyugatra nagyon nagy kedvencem volt, és majdnem, hogy kötelező olvasmány vagy hallgatvány, mert kazetten hallgattam. A fiktív karaktereknek a képességeik, valamint az utazás során tapasztalt kalandjaik nagyon-nagyon izgalmasak voltak számomra, illetve amellett, hogy szórakoztató regénysorozat volt, nagyon sok mindent lehetett tanulni a különböző történetekből. A Tájen toronyból kilépve egyből szembe találjuk magunkat a Xi'an Bujiecheng. Hát, hogy lehetne ezt fordítani? Soha nem alvó utca?
De most még a nappali fényben látjuk, szerintem az esti fényekben sokkal izgalmasabb lesz. Másik kedvenc programunk Kínában a talpmasszázs. Grouponon keresztül választottuk ki, hogy miért szeretnénk, és most megyünk a szobánkba. Az az érdekes ezen a helyen, hogy benne vannak az italok, meg az ételek is. Vannak tészták, vannak csípős zöldségek. De nem fura a tészták, nem közben masszírozzák? Nem közben. Próbálod ezt a tésztát, hogy elvetted az egészet. Itt vannak a gombok, és hogyha bármikor kell, szükségünkre van valamire, akkor ezt a gombot kell megnyomni. Vége lett a masszázsnak, de nagyon jó volt. Masszázs után van még fél óránk, ami pont arra jó lesz, hogy berendeljük az összes kaját az étlapról. Rendeltem én egy csípős gyózát, van itt egy kis darált, húsos, paprikás tevert tészta. Ez egy vokos csirkehús paprikával, rizssel. Ez pedig egy csilis padlizsán rizssel. Nagyon bizarr ez az étkezés. Egy 100 perces masszázs után majszoljuk a csípős kajákat. A savanyú csípős szószban van, nagyon király. Lehet, hogy ilyen receptet csinálok majd. Este az egy kicsit más a hangulata, ugye? Itt vagyunk a Chang'an Buyecheng Everlasting City. Ki van írva angolul, hogy Grand Tang Mall, ami egy totális rossz fordítása. Ez egy óriási sétáló utca, tele fényekkel, különböző Tang dinasztia beli elemekkel, építészettel és gasztronómiával és boltokkal. Sétálgatok, egyszer csak hallom, hogy sikoltoznak az emberek. Ez a szökőkút sikoltozásra megy. Az egész sétálóutca kőtéren található, így este nyugodtan ki lehet látogatni, nagyon jó idő van. Vannak utcai zenészek, mint ahogy most itt mellettem is. A sétáló utcában sétálva amúgy nagyon-nagyon jó a hangulat, érzed az embereknek a pozitív vibe-jait. Látszik, hogy napközben a dolgozó emberek, vagy a nagy melegben, akik nem akartak kijönni, mind kijöttek most, nevetnek. Szuper jó a hangulat itt az utcában. Én most ezzel a videóval el is köszönök tőletek. Nagyon köszönöm, hogy velem tartottatok ezen a 7 napos túrán. Köszönöm, hogy támogatjátok a tartalmaimat egy követéssel, megosztással és kommenttel. Holnap már sajnos utazom haza a Szien Budapest egyenes járattal. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy követétek a tartalmaimat, és remélem, hogy tetszett nektek. Fogok több utazási tartalmat gyártani nektek a jövőben gasztronómiával. Sziasztok!